Az utolsó utáni szalmaszálba szeretett volna belekapaszkodni az utolsó előtti helyen álló Balogunyom ellen az NTK, amely 17 vesztes meccset követően várta a találkozót. A jég azonban ezúttal sem tört meg, hiába kezdett jól a hazai gárda, a folytatásban a vendégek fordítani tudtak, és végül 5-3-ra megnyerték a mérkőzést. A nyíregyháziak így továbbra is pont nélkül állnak, és most már matematikailag is biztossá vált, hogy búcsúznak a Szuperligától. 2-0-val kezdtünk, a Magyarorsi Péter is 560 felett dobott, a Kastura Zsolt is 567 fával hozta a fontos csapatpontot, azonban középen mégis sikerült a vendégeknek megfordítani a párharcot, bár hozzáteszem, hogy a Hetei Alex és a Szegő Levente sem dobott önmagához képest olyan rosszul, de az ellenfeleknek minden sült, míg a zárósorban egy szoros csatával 24 fás hátránnyal mentünk fel, és a Dezsőnek az első szettje nagyon jó sikerült, még nekem is sikerült kapaszkodnom, azonban onnantól kezdve fejfej mellett haladva csak nem sikerült faragni a hátrányunkat, és az utolsó szedbe végül is már azt lehet mondani, hogy feladtuk a mérkőzést. A szezonból még 4 forduló van hátra, és a nyíregyháziaknak nem lehet más céljuk, mint hogy legalább egy meccset megnyerjenek a hátralévőkből. Innentől kezdve nincs elvárás. Azon sem csodálkoznék, hogyha mind a 4 meccset megnyernénk. Titkon azért mindenképpen szeretnék több mérkőzést is még ennek ellenére is megnyerni, hogy azért lássuk azt, hogy mégiscsak van tartása ennek a csapatnak. Azonban, hogyha nem jönnek ezek a 3-3 fás hazai eredmények, akkor, mint láthatjuk a Szuperligában, ezzel nem tudunk nyerni. Mindenképpen csapatfában kellene fejlődnünk. Hiába vannak meg a jó egyéni teljesítményeink a korábbi meccsekhez képest, valahogy csapat összfában mégsem elegendő. Ebben mindenképpen fejlődnünk kell. Nagyon bízom benne, hogy most már egy-egy játékos a 600 fát megközelíti majd ebbe a szezonban, még amíg hátra vannak, és ezzel már valóban itt haza tudunk egy Ferencváros ellen, vagy majd egy Zsalgózd ellen elcsípni pontokat. A Szuperliga tabelláját a Szeged vezeti 35 ponttal a 34 pontos Zalaegerszeg előtt. A nyíregyházi Tekeklub pont nélkül 12-én zárja a sort.